A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a kezdőkör nézőit, és köszöntöm mai vendégeinket itt a stúdióban, akik közül, hát van, aki majdnem minden héten itt van, és valahogy visszatérünk is mindannyiunk örömére, úgyhogy nagy örömmel köszöntöm ismét Horog Laci kollégánkat, szerényen, szolidan. Az újrakezdés a szezonnyitás óta először. Great comeback. Igen. Itt van velünk Beke Zsombor, a Fejér megyei hírlap sportújságírója és Farkas Szilárd, a Médiacentrum szerkesztője. Sziasztok! Hát Laci, vártunk nagyon. Az elmúlt hetekben mindig jött valami kifogás. Többször voltál külföldön, ilyenkor mindig megpróbáltuk megtippelni, hogy egy rózsahegyi másodosztályú női kosárlabda mérkőzés, esetleg valahol Spanyolországban egy harmadosztályú foci meccs, mit láttál? Milyen élményekkel gazdagodtál? Nem volt ilyen súlyú, vakok csörgő labdája meccset néztem, illetőleg vidéki lengőteke bajnokság Eritreában, előkészítő zsékorosztályban, tehát nagy volumenű dolgok. Csalódunk benned, hiszen általában, amikor Laci nyaralni megy, azt kell tudni, akkor a műsor, illetve a program az valamelyik aktuális ország, aktuális bármilyen sportágban zajló, bármilyen szintű labdajátékához kötődik. Most erről kapcsolati tanácsadók tudnának egyébként beszélni, hogy ez a gátja, vagy éppen ellenkezőleg a kibontakozása egy kapcsolatnak, hogy például elvisz egy barátnőt mondjuk egy említett rózsahegyi másodosztályú kosárlabda mérkőzésre, de hát alkalmazkodik el, úgy tudom, néha azért a te programodhoz. Jelentősen. Nem, a Kispályás futball bajnokok ligája döntőn voltam, aztán voltam IFI 5-tusa VB-n, ahol bemutatkozott az új sportág, ami a lovaglást váltja, illetőleg legutóbb a tradicionális ősi európai sportágok nemzetközi fesztiválján voltam, tehát Serie B és meccset se tudtam nézni, de felkelted az érdeklődés, mert ugye magát az öttusát azt rengetegszer tárgyaltuk itt tavaly, hogy mi lesz ezzel a sportággal, így hogy gyakorlatilag a saját képviselői dobálják, mint egy rongyot néha az az ember érzése. Hogy tetszett ez az exatlonba oltott új öttusa? Ninja Warrior tulajdonképpen, Lignanóban rendezték az IFI VB-t, aminek volt ez egy komolyabb betétszám. Előzőleg volt Ankarában egy junior bemutató, aztán volt a Fülöp-szigeteken, ott magyar nem volt, és aztán Lignanóban volt ez a viadal. Minden áron az olimpián akarnak maradni, és ez egy lehetőség, a lovaglás az eldőlt, tehát az nem lesz a folytatásban itt. Az a kérdés, ez a sportág megvan, de ennek vannak jó elemei, tehát látványos. Azok a 28-30 éves öttusázók, azok már ezt nem tanulják meg. De azok a 18-24 évesek, azok nagyon komoly eséllyel indulhatnak ebben, illetőleg ez a sportág, ami kvázi a Ninja Warrior és az Exatlon elegye, ők nincsenek az olimpián, nem is tudnak oda menni, de az öttusa segítségével esetleg odaférhetnek, tehát ez egy érdekes árukapcsolás lehet. Jó díszletek voltak, tehát tengerpart, amikor nem szakadt az eső, akkor még érdekes is volt, a strandon is bejöttek, nézték, az újdonság erejével hatott, és lényegében olcsóbb. Tehát azért az öttusa kapcsán az egy nagyon költséges játék, itt az EB-n is érzékelt az ember. Az, hogy 5 napra felépíteni mobil lovardát, azért az nem egyszerű. Őrzéssel, éjszakai recepcióval, akkor orvosi háttérrel, meg nagyon kevés nemzet rendelkezik olyan lóállományjal, mint a magyar. A fehér oroszok, a lengyelek, és aztán nagyon sok országban bérlik a lovakat. Az újabb tortúra, illetőleg amiről nagyon kevesen beszélnek, tehát az olimpián többször végignéztem azt a Annika Slojnak azt a futamát, ő olimpiai bajnok, és rendben van az élete. Kapott egy lovat, mások szerint ő volt a hibás, egyesek szerint a ló nem volt alkalmas erre, de az biztos, hogy egy 4 lábú gyakorlatilag életmunkáját tönkre tudja tenni. Ebben az új sportágban magadra vagy utalva, itt nincs kizáró tényező, ha esik az eső a többieknek is esik, ha sáros a talaj a többieknek is. Tehát én úgy gondolom, hogy az egyén szerepe itt újra dominánssá válik. Hát mondjuk ezt addig, amíg majd először szakad le valaki alatt mondjuk az egyik kapaszkodó éppen, amikor az olimpiai bajnoki címért kúszna vagy mászta, de hát ez a sportban persze sokszor benne van. Nekem a nagy kérdés ezzel kapcsolatban amúgy, hogy a
Tehát nem kérdés, mert a válasz egyértelmű nem, hogy bármi módon a filozófiája az öttusának az átlagos filozófiába beilleszthető-e. Azért ennek a sportnak volt egy lehet, hogy ez nem vagy túl nagy zoló szó, hogy filozófiája, de mégis tudjuk, hogy azért egy katonai sportágból a különböző fegyvernemekhez szükséges tulajdonságok összecsiszolásából jött ki aztán egy nagyon összetett dolog. Hát erről már lehet, hogy régen nem beszélhetünk, mert most már tényleg futás közben lőnek, meg úszni is épp, hogy csak beugranak, aztán már ki is jönnek. De most gyakorlatilag tényleg egy tök idegen és az öttusához életidegen testet illesztettek ezzel bele. Ahogy te is mondtad, két sportágot gyakorlatilag összeraktak, amiből így mind a kettő profitál. Az egyik bekerül, a másik bent marad adott esetben az olimpián. A nagy kérdés számomra, és ez a másik, hogy mikor lesz az, hogy majd kitalálják, hogy tulajdonképpen el van ez az öttusa a többi hely nélkül is, és akkor marad majd az exatlon vagy a Ninja Warrior, meg esetleg a lézerrán, ami önmagában meg lehet, hogy önálló sportákként, mint nyári biatlon megállna a helyét, és mindenki azt mondaná, hogy tulajdonképpen futni meg lézerrel, ezen a szinten lőni mindenki meg tud tanulni, úgyhogy hajrá, a vívást meg az úszást meg hagyjuk. Úgyhogy még lehet, hogy ez is benne van. Na, de azt akartam mondani itt mindenek előtt, hogy hát ezekben a nehéz napokban, hetekben, hónapokban, amik előttünk állnak, tulajdonképpen azt tudnám kívánni minden kedves nézőnek és nektek is, hogy olyan biztos legyen a következő néhány hónapban is a megélhetésetek és minden tervetek, mint amilyen biztos az, hogy Erling Haaland rúg egy mesterhármast egy Manchester City mérkőzésen. Új alapvetése van a sportnak, egészen elképesztő színvonalon látjuk játszani, és hát nyilván most ennek az egyik apropója, hogy hétvégén éppen a viszonylag nagy presztízsű manchesteri derbin hintett egy hármast Szilárd kedvenc csapatának, amivel egyébként zsinórban ugye a harmadik hazai meccsén ért el mesterhármast a norvég csodagyerek. Nem tudom, hogy van-e arra jelző, és bármelyikötök is számított rá, hogy bekerülve a világ nyilván legerősebb bajnokságába, olyan szintű beilleszkedési vákum nélkül kezdte el tényleg ontani a gólokat, amire szerintem gyakorlatilag nem lehetett gondolni. Tényleg csak egy statisztikai adat ehhez, ez a bizonyos harmadik mesterhármas. Ugye eddig Michael Owen tartotta a rekordot, akinek 48 Premier League mérkőzés kellett három mesterhármashoz, és mondjuk a listát, amit itt felsoroltak, Luis Suárez zárta, akinek 71 bajnoki mérkőzés, pedig azért nem akármilyen csatárokról beszélünk. Ott van Van Nistelrooy, aki ugye szintén egy másik manchesteri csapatban, de elég jó csatárnak volt mondható, ő 59 mérkőzésen ért el három mesterhármast, szóval egyáltalán értelmezhető ez bármilyen szinten, amit most a Haalandtól látunk. Hát nekem az első gondolatom, hogy a Manchester United szurkolóként is az volt, hogy egy másik Manchester United volt, Manchesteres United-es játékosra gondoltam. Ugye az Ibrahimovic jutott eszembe, aki azt mondta, hogy majd akkor fog visszavonulni, hogyha jön egy ugyanolyan, sőt jobb játékos, mint ő. Hát szerintem most már jött, és amikor ezt mondta, én akkor is Haalandra gondoltam, hogy valószínűleg ő lesz majd az. De ezzel a teljesítményével is bebizonyította, hogy Ibrahimovic nem lájkolja ezt, szerintem ő szerinte soha nem lesz lájkolja. Nem kérdezték meg, hogy miről a véleménye egyébként. Sok minden eszembe jutott a mérkőzés kapcsán. A másik az, hogy igaz, hogy Haaland mesterhármas lőtt, de azért Foden érdemeit se vegyük el, aki szintén ugye mesterhármas lőtt, és nagyon kevésszer lehet ilyen jelenetet látni egy mérkőzésen, illetve a végén. Én még soha nem láttam, amikor ugye Fodennél két meccslabda volt, az egyiket oda dobta a Haalandnak, hogy akkor neked is legyen egy. Te is vigyél haza egyet, bár neki már otthon van. Neki már van több is, de amikor én néztem a mérkőzést, hát azt nem mondom, hogy jó érzés volt nézni United szurkolóként, viszont meccs szempontjából nagyon jó volt nézni. Hát nekem az jutott eszembe, hogy egyszer régen az én csapatom is tudott így játszani, viszont az, hogy van egy ilyen remek játékos újra a futballban és az angol bajnokságban, ami a kedvencem. Mi a csapatod? Ne haragudj, hadd kérdezzem meg. Igen, hát ez most igen, olyan nagy elánnal beszélek most itt a Cityről sajnos, illetve inkább Haalandra hegyezzem ki a hangsúlyt, akiről mi lemaradtunk, ugye az átigazolási időszakban sajnálhatjuk, most már látható, hogy miért. Szóval tényleg jó volt nézni a mérkőzést, próbáltam egy kicsit külső szemlélőt. Bocsánat, hogy itt ebbe kapok bele, azt mondod, most már tudjuk, hogy miért a Haaland. Az általam olvasottak alapján, persze ezt nyilván sohasem teljesen biztosan lehet tudni, 60 és 75 millió euró közötti összegért cserélt gazdát a Dortmundnak, végül is ennyit fizetett a Manchester City, ami hát
elképesztő, hogy itt manapság már 100 millió alatt nem vesztek játékost klubok, és olyan játékos sem, aki a Hollandnak a nyomába sem ér, mondjuk nyilván nehéz almát körtével, védőket, középpályásokat, csatárokkal összehasonlítani, de ez az összeg, ezt a 60-75 milliót, ezt azért a Manchester United röhögve letehette volna Hollandért, úgyhogy ha azt mondjuk, hogy látjuk, hogy miért nem odaigazolt, akkor szerintem nem az anyagi oldalát kell ennek nézni, valószínűleg sokkal inkább az értelmes célokat, a csapat erejét, és hát a meghódítható magasságokat. Lehet, hogy akkor én fogalmaztam félreértetően, azt látjuk, hogy a Premier League-ben is simán megállja a helyét, nem akarom lekicsinyíteni a német bajnokságot, de szerintem neki teljesen mindegy, hogy hova igazol, ő, tehát maga a foci, tehát teljesen mindegy, hogy hol játszik, ő is egy ős tehetség és egy gólszerző játékos. Kollega, hadd beszélni. Régen, ahogy nekem is volt egy időszak, amikor United szurkoló voltam. Már nagyon régen volt. Még Ronaldo első időszakában. Köszönjük szépen, tessék arra valakul. Ronaldo első időszakában volt, aztán rájöttem, hogy a spanyol focit jobban szeretem. De nem, tehát ez a különbség, az, hogy fél időben hazamentek a United szurkolók a stadionból, ez valami elképesztő, sok élmény lehetett nekik. Tehát, hogy itt elég rossz lehetett hétvégén United szurkolónak lenni. Pedig hát ha más nem, akkor tényleg Holland miatt maradhattak volna. Ezen a meccsen egyébként, hogy Szilárd is mondta, nyilván Foden is megérdemli az elismerést, és majd akiről beszéljünk külön, Kevin De Bruyne, aki szerintem egyébként holland ide vagy oda a legjobb játékos ennek a Manchester Citynek. Guardiolát ugye megkérdezték, illetve mondta a riporter, hogy ő edzette Messit is, sőt hát ugye Messi mentorának is tekinthető, hogy most ugyanaz az érzése van-e, hogy bármikor játszik ez a játékos a klubjában, akkor várhatja a gólt tőle, és erre mondta Guardiola, igen, a különbség az, hogy Hollandnak meg kell teremteni a helyzetet, és akkor nincs irgalom, Messi meg megteremtette magának is adott esetben. Nyilván ez azért a két pozícióból is fakad, Messi nem középcsatár volt és mást játszik, viszont tény és való, hogy hasonló mutatói voltak, illetve ilyenek még neki sem. Azt akartam kérdezni, Laci, te azért nagyon szoktad figyelni például a Bundesligát, sőt, ugye sokszor helyszíni tapasztalatokat szerzel, hogy valamit ez a Borussia Dortmund nagyon tud. Ugye Haaland előtt Lewandowskit adták az európai focinak, aki gyakorlatilag szintén az ő színeikben virágzott ki és lett világklasszis játékos. Aztán oda vitték ezt a Haalandet, jó, a Red Bull istálóból, tehát tudjuk, hogy ők se gyengén szemezgetnek a világ ígéretei közül, de hogy mégis, és aztán ez a Dortmund nem is arra törekedve, hogy a valaha volt legnagyobb összeget beszedje egy ilyen egészen extra klasszisért, továbbadja, és majd akkor keres valaki más. Tehát itt azért egy kicsit a Dortmund előtt is megemelhetjük a kalapunkat. Dortmund nyert 2 BL-t, és a néhány évvel utána elkezdtek igazolni, 54 millió eurókért vettek játékosokat, túlköltekeztek, és aztán egyszerűen a 81 ezeres jegybevétel nem finanszírozta azt a büdzsét, amit a bérekre kifizettek, és akkor Joachim Waske lett az ügyvezető igazgató, és elkezdtek scoutolni a világban mindenütt, és értelmes pénzeket fizettek olyan labdarúgókért, akik máshogy már bizonyítottak, például a Red Bull Salzburgot először akkor jutott be a BL csoportkörébe, amikor ez a fiatal norvég fiú odaigazolt, de az biztos, hogy nagyon jó játékos politikát folytatnak, és amit valóban ez a 60 és 75 millió közötti összeg, ez nem sok, főleg azok fényében. Mourinho mondott az elmúlt években sok hülyeséget, de mondott egy zseniálisat, hogy amikor 222 millió euróért megvette a Neymart a PSG, azt mondta, hogy ő lehet, hogy ér annyit, tegyük föl. De olyan mértékben mennek el az árak, hogy olyan labdarúgókért fognak fizetni olyan pénzeket, akik egyszerűen nem érnek annyit. Itt jött Coutinho 110 milliója, Dembele 130 milliója, és valóban 100 alatt nem nagyon tárgyaltak. Most a gondolkozom, hogy ez a Tchouaménit mennyiért igazolta ezen a nyáron a Real Madrid, aki ugye egy a mai futballban elképesztően fontos, a hatos pozícióban tényleg klasszisnak tűnik, de szerintem többet fizettek érte, mint Haalandért a Manchester City, ami azért valahol nem normális. Martialért fizettek 80 millió eurót, tehát ezek fényében itt nagy valószínűséggel Haaland átigazolásánál kikérték a véleményét. Tehát ő már az a nagyságrendű, elmondhatja, hogy hova szeretne igazolni. Valószínűleg ő azt mondta a menedzserével, hogy én a Cityt választottam, és szeretném a megegyezést. Ezen a szinten nem nagyon van olyan, bár Lewandowski kicsit bojkottálta az edzéseket Münchenben, amikor egyértelműsítette, hogy ő menni akar. Haaland lehet, hogy volt annyira intelligens, hogy azt mondta, hogy én ide szeretnék menni, egy év múlva lejár a szerződésem, keressük meg a megoldást. És azért az a 70 millió euró is szépen hangzik, az más kérdés, hogy ha korábban ezekért a labdarúgókért ennyiket fizettek,
akkor minimum a duplája tőlet, egy 150 millió eurós játékos a jelenben. Ugye volt olyan Dortmund Bayern München BL döntő, amikor Lewandowski még a Dortmundot erősítette, utána igazolt át, és hát én azt gondolom, hogy ismerve a Bayern München népszerűségét idézőjelben az ellenfél szurkolók között, ez egy tördöfés volt valószínűleg a dortmundi szurkolók szívében, hogy pont a Bayern vitte el Lewandowskit, de hát tudomásul vették, mint hogy elvitte Götzét is, meg más klasszisokat is. Úgy tudom, itt beszéltük is adás előtt, hogy volt olyan pletyka, hogy most is felmerült, hogy a Bayern hajlandó lenne megadni azt a pénzt, amivel Haalandot magához láncolhatja, és hogy Lewandowskinak ez nem esett túl jól. Ezek teóriák, de Lewandowski kiállt a nyilvánosság elő egy lengyel válogatott meccs előtt, hogy úgy érzi, hogy nem adták meg azt a tiszteletet, ami az elmúlt 7-8 éve alapján járt volna, és ő nem szeretne Bayernben maradni. És ő utalt arra, hogy a háttérben zajlottak tárgyalások Haaland kapcsán, és ő azt mondta, hogy őt már leírták kvázi Münchenben, de nem beszélt róla senki. És ezek után ő úgy gondolta, hogy van annyira intelligens mindkét fél, hogy itt is az a 45-50 millió euró, amit azért egy 35 éves labdarúgóért, 34 évesért kifizetett a Barcelona, ez óriási pénz. Az más kérdés, hogy itt három labdarúgó van, aki szerintem torony magasan jár a világ előtt. Ez a Lewandowski, aki bármilyen helyzetből gólt rúg, tehát a kaputól 20 méterre az neki zicser. Az, és érdekes volt a legutóbbi BL meccsen a Bayern Barca, ott is megvoltak a helyzetei, meghozta jó döntéseket, ott azon a meccsen neki semmi nem sikerült. De van egy ilyen meccs, és tízszer ugyanúgy be fog találni, tehát egészen elképesztő a Mallorca ellen is, amilyen gólt rúgott szinte semmiből. Aztán ugyanezt tudja Haaland és Mbappé. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a három ember, ez oly mértékben uralja a világ futballját, és az a csoda, hogy a Lewandowski 10 évvel idősebb ennél a másik két delikvensnél, de mégis tartja a lépést. Azt tegyük hozzá, hogy az előző szezonban mindezzel a három klasszissal együtt Benzema nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Real Madriddal, vagy Real Madridnak, mert azért neki is elképesztő idénye volt az előző, és talán még őt oda lehet emelni negyediknek ebben a körben. De ha már ezt mondod, engem ez érdekelt, és mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy elhangzott a közvetítésben a hétvégén, és teljesen megértettem a riporter, kommentátor kollégát, amikor azt mondta lelkesen, hogy hát nincs Haalandhoz fogható csatár jelen pillanatban, most nincs Haalandhoz fogható csatár, ez egészen biztos. Nyilván ott az adott meccs vonzásában mondta. Lewandowskiról. Igen, tehát... és rögtön eszembe jutott, hogy most erre, ehhez mit szólnak elmondta. Azok, akik a Lewandowskit istenítik. A kettő közt tenni, vagy érdekelne a véleményetek igazából, mert szerintem ők az azonos stílusú csatárok. Tehát akár Benzemát, akár Mbappét nézve, kicsit talán más az ő játékuk. Ez a rettentő fizikumra épülő, iszonyatosan jó indulásból, helyezkedésből, érkezésből fakadó rengeteg gól, amit Lewandowski és Haaland is szerez, ez őket tényleg egy polcra emeli. Melyikre szavaztok? Ki most a nagyobb csatár? Hát a Nisztelről meg az Ibrahimovic, hogyha már két United játékost kérdeztél és kell mondani. De ki a csapaton? Ne haragudj! Szerintem nem lehet azt eldönteni, mert nem ugyanabban a közegben játszanak, nyilván foci-foci, de más csapatban játszanak, más bajnokságban játszanak. Hát játszottak egy bajnokságban. Játszottak egy bajnokságban, de ugye úgy néz ki, hogy a Haaland egyre nagyobb és nagyobb lesz, tehát nyilván neki nem ez volt a csúcs idénye, még csak az idény elején járunk, és nem ez volt a csúcs mérkőzése, hiszen rengeteg meccs van még előtte, ugye most kiszámolták, éppen volt róla egy cikk, hogyha ebbe az ütembe halad, akkor még 100-nál is több gólt szerezhet, stb., aminek szerintem nincs értelme, mert majd meglátjuk. Nyilván, hogyha valaki megunja, és most ne akarjunk neki rosszat, de akkor átcsúszik térbe, ilyen ne legyen. Tehát sok minden befolyásol azért egy idényt, de az biztos, hogy nagyon-nagyon jó úton halad, hogy ő legyen a világ egyik legjobb csatára. Hát jelenleg talán Lewandowski egy picit előrébb jár, de csak a rutinnak köszönhetően. De egy-két éven belül valószínűleg Haaland lesz a number one a csatárok között, tehát ez elég egyértelmű. Hát ha nem is kívántál ilyet, és szép, hogy hozzátetted, hogy valaki Haalandnak súlyos sérülést okozzon, de az biztos tudod, hogy melyik együttesnek az ikonikus alakja törte el Haaland édesapjának a lábát. Igen, tudom. Mondhatni nem véletlenül. Tudom, és akkor felröpentek persze akkor is pletykák, hogy ide aztán nem jövök. Nyilván nem tudjuk, hogy mi zajlott a színfalak mögött. Ugye nyilván Manchester United játékosról van szó, aki eltörte annak idején a Haaland édesapjának a lábát. Hogy mennyire kész a karva, hát azt megint hagyjuk meg. Szerintem inkább. Mert Roy Keane-ről van szó, még el is hiszik sokan, hogy volt ebben némi szándékos. Mert azon a meccsen előtte fölcukkolta azért őt egy kicsit
az idősebb holland. Ezeket rettenetesen jó volt, hogy mutatták a, ezen a hétvégi mérkőzésen, ugye Holland papa is ott ült a nézőtéren, és hát semmit nem lehetett látni rajta, amikor már épp a harmadik gólját lőtte is a fia. Pedig még az is lehet, hogy, hogy érzett némi plusz örömöt így, hogy pont a United-et alázták. Volt egy nagyon jó videó a neten, egyik portálon láttam, hogy Holland sétálgatott vasárnap délelőtt a Manchester üzleti negyedében, és felismerték a drukkerek, a United drukkerek, és átkiabálták az utca túloldalra, hogy nagyon jó focista vagy, de rossz klubot választottál, a Várik második negyedébe kellett volna igazolnod, és azt mondta, jó itt nekem, mert itt engem szeretnek. De egy nagyon érdekes helyzet volt, hogy azt a rendkívüli tiszteletet, amit a United drukkerek is megadták neki, és végül is végtelen büszkék voltak, hogy látták, és nagyon intelligensen szólt vissza. Tehát nekem jó itt, mert engem szeretnek. Tehát, és ez a futball hatalma gyakorlatilag, hogy kellő intelligenciával a rivális világsztárját is meg lehet úgy közelíteni, hozzá lehet szólni, és ő is normálisan reagál. Érdekes volt, ugye most egy dolog jutott eszembe, hogy, illetve egészen pontosan kettő, hogy ugye Manchesternek nagyobb fele kék, tehát a manchesteri embereknek a nagyobb fele Manchester City szurkoló, és ugye erről talán még beszéltünk is, hogy világszinten van több Manchester United szurkoló, mint Manchester City. Ez az egyik dolog, ami eszembe jutott, és a másik nem tudom, hogy akkor a De Bruyne-re mikor térünk rá, de hogy éppen akkor rá is térnék, hogy éppen a mérkőzés felvezető műsorában beszéltek arról, hogy amikor, hogyha most kicsit ugye a grundra lehozzuk ugye a lakótelepi meccsekre ezt a City United mérkőzést, akkor ha ott van mondjuk 22 ember, akkor ki kellett volna jelenteni, hogy de a De Bruyne és a Haaland nem lehet egy csapatba. Hát ez most nagyon cáfolni, ezt nagyon cáfolni látszik az élet részéről. Elképesztő De Bruyne. Én tényleg szerelmese vagyok a varázslóknak, a finom játékosoknak, akik tényleg úgy rúgják oda a labdát, ahova kell, hogy közben azt hiszed, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga. És hát lassan ugye a Premier League gólpassz királyává avanzsál Kevin De Bruyne, aki amúgy jelen pillanatban nem érdemtelenül, de több pénzt is keres, mint Haaland. Nyilván megvan neki azért ehhez már a múltja, úgy tudom, 350 ezer font per hét De Bruyne fizetése. Szóval az megint egy külön téma, hogy őt elnézve szinte azt gondolja az ember, hogy jó, hát ennek a Haalandnak csak oda kell érnie. Mert a labda jönni fog, és valahogy mindig jön is. És meg is nézhettük, ugye a negyedik gól után a De Gea is baromi ideges volt a kapuba, tehát akkor már csapkodott, és nem a saját teljesítménye miatt, hanem azért, mert harmadszorra, negyedszerre passzolták be úgy 4-5 United védő közé a labdát, hogy egyszerűen, mintha zsinóra húzták volna, és dettó ahhoz az egy City játékoshoz ment, aki ott a négy védő között futkorászott. Hát az külön érdekesség aztán, vagy hát nem tudom, hogy ebben mennyi törvényszerűség van, hogy akár Haalandról, akár Lewandowskiról, világ legjobb csatárairól beszélünk, és még Messit is ide vehetnénk, akik ugye soha nem nyertek válogatott szinten igazából nagy trófeát. Jó, a Copa Amerikát adjuk meg Messinek, az Dél-Amerikában számít, de amire azért világszerte figyelünk a világbajnokság, sőt, hát Haalandnak esélye sem lesz rá, Lewandowskinak nyugodtan mondhatjuk, hogy szintén. Úgyhogy én a magam részéről nagyon szeretném, hogyha egyszer lenne egy olyan magyar csatár, nem is ezzel a szinten, mint ez a két extra klasszis, aki elmondhatja magáról, hogy hát lehet, hogy a válogatottal nem fog Európa-bajnokságot vagy világbajnokságot nyerni, de mondjuk a Premier League-ben megrúgja azt az 50-60 gólt, ami már egy klasszissá emel valakit. És hát végül ezt a témát lezárva csak annyit, hogy ugye 100, arról is készítettek egy listát, hogy a világ legjobb góllövői az első 100 topligás meccsükön, bármelyik topligáról legyen szó, hány gólig jutottak. Hát most már ezt is Haaland vezeti, aki 103 gólnál tart a német és a, nem csak a bajnokikat, hanem valamennyi meccset figyelembe véve a német és az angol futballban. Egyébként Romário van mögötte, aki 90 gólt lőtt 100 mérkőzésen, és a nagy Ronaldo, az igazi Ronaldo, a brazil. A konkrét. Igen, igen, ő pedig 86-ot 100-on, úgyhogy tényleg elképesztő számok ezek. És bocsánat, egy kicsit csúsztat a lista, mert én megnéztem, hogy az igazi legnagyobb Ronaldo, Cristiano Ronaldo csak a 13-dik. Igen. És hát ez ugye azért lehet, mert az első 100 mérkőzésén, illetve a karrieri elején ő azért nem csatár volt, hanem a szélről játszotta be magát, vagy inkább passzolt a labdákat, igaz érkezett is kapu elé.
de ő nem az a tipikus befejező csatár volt a karrierje első részében. És kicsit volt még hozzátenni. Jó, hát mindenki azt tartja a legnagyobbnak nyilván, akit szeretne. Kicsit még, vagy átkötve már a következő témákra azt akartam mondani, említette Zsombor, hogy ugye hazamentek a Manchester United szurkolók, egy része legalábbis már szünetben elindult, és ma néztem egy olyan válogatást a neten egyébként, ahol olyan ikonikus pillanatok voltak, mikor az ellenfél, sőt adott esetben az ős ellenség nagy klasszisát megtapsolják. Ugye Laci mondta, hogy holnap milyen tulajdonképpen kedves párbeszédet folytatott Manchesterben a United szurkolókkal, és hát emlékezhetünk, amikor Ronaldinho-t felállva tapsolt a Real Madrid stadionjának, a Bernabéu-nak a közönsége, amikor Barcelona játékosként ott varázsolt, vagy éppen amikor Cristiano Ronaldo ollózott egy óriási gólt a Juventusnak, még madridistaként, és ott is megkapta a tapsot a szurkolóktól. Hogy egyébként ti, akik vagytok szurkolók is, meg néha muszáj is kicsit kívülállóként nézni a meccset, mint újságírók, előfordul, hogy az ellenfélnek tudtok tapsolni, vagy elismerni, hogy nagyon jó? Inkább a játéknak. Ugye nyilván most én vagyok talán a legközelebb ehhez a kérdéskörhöz, ugye a hétvégi mérkőzés kapcsán, mert amit említettem is, hogy szomorú voltam nyilván az eredmény miatt, de az, hogy egy ilyen jó focit lehetett látni, és egy ilyen jó teljesítményt, hát az azért engem is oda kötött, úgymond a tévé elé, még ha csúnyán ki is kaptunk, aztán a végén egy kis fény, az alagút végén már nem sokra volt elég, ugye végül is 6-3 lett, a második fél időt ugye hoztuk nyilvánvalóan, tehát 4-0 lett sokra oda az első, vele, igen. És 3-1 ide a második, sokra nem mentünk vele, de tényleg el lehet vonatkoztatni. Én azt gondolom, hogy még én is el tudtam, pedig ez egy olyan párharc volt, aminél ugye már említettük sokszor, hogy elindult a közönség hazafelé, illetve a közönség egy része. Meg lehet adni a tiszteletet, hogyha az én csapatom sérelmére történik, akkor azt szoktam mondani, hogy ha nem nekünk rúgja, dobja vagy üti, akkor még tetszene is. Igen, hát egyébként Laci tényleg azok kezé tartozik, hogy bárkire rámondja, hogy csodálatos, fantasztikus, nagyszerű, akkor is, hogyha éppen a mi csapatunkat keseríti. Mert gondolom, neked is van ilyen élményed, mert azért jégkorongban is előfordul, hogy néha kikapunk. Hát néha előfordul a BL-be vagy válogatott szinten ugye a nagyobb csapatok ellen, de igen, pont jégkorongban. Az ellenfél részéről is ugye megjön az a tisztelet, mondjuk pont nem Rottert említve, aki a fehérvári szurkolók ugye nagy kedvenc, vagy a Raffel, azért ott is a kölcsönös tisztelet az erőteljesen megjelenik. Hát azt akartam mondani, hogy a MOL-Fehérvár szurkolóinak nem tudom, hogy legalább ennyi öröm járt-e a hétvégén, de azt gyanítom, hogy nem, mert egyrészt ugye nem kapott ki a csapat, hál' Istennek, megvan az első pont idegenből, Einstein úr, tudjuk, hogy minden relatív, és egyébként a Vidi vezetőedzője ki is emelte, hogy milyen nagyszerű, hogy 3 vesztes meccs utáni már szereztünk 1 pontot idegenben. És hát az ellenfél azért őszintén szóval nem Holland meg De Bruyne, nem vagy Ronaldo szintű klasszisokat vonultatott fel, úgyhogy azt gyanítom, hogy itt azért ezzel a felcsúti egy-eggyel olyan sokan már csak olyan alapon se lehetnek boldogok, hogy legalább egy nagyszerű csapat ellen sikerült. Bevallom, a nagy kérdés számomra ezzel együtt, hogy egyáltalán érdemes-e még nekünk úgy beszélni a MOL-Fehérvárról, mint egy bajnok esélyes, vagy dobogó esélyes, vagy nagy célokra méltó és azokat jogosan maga elé kitűző csapatról. Hát a dobogó 4 pontra van, úgyhogy igazából a számokat nézzük, annyira nincs messze, nem az a szomorú, hogy nem látni az előrelépést. Tehát a Köln elleni párharc óta folyamatosan egyre rosszabb a teljesítmény. Tehát, hogy egyre kilátástalanabb a játék, most örülünk egy pontnak idegenbe, de ezzel a dobogóra sem lehet odaérni. Tegyük az egy olyan meccsen, ami valóban egyébként az ellenfél edzője azt mondta, hogy hát 3 góllal kellett volna megnyerniük, és én az összefoglalót néztem, egyetlen Vidi helyzet nem volt, a gólt leszámítva, a Puskás Akadémia rúgott 3 kapufát, nem erre játsszák a meccset, ettől még akár nyerhetett volna is a Fehérvár, de valóban, ahogy mondod is, Zsombor, hogy a játék minősége nagyon nem kezd sehova se alakulni. Pedig elhangzott, hogy jó, először volt a sok sérült, meg a sűrű program, meg most már akkor majd csak ide koncentrálunk. Nem tudom, most biztosan a válogatott szünetre is rá lehet fogni, mert mindig ráfogják a nagyobb csapatok is. Ti láttok bármiféle biztató jelet jelen pillanatban? Hát itt csak kiegyenlített teljesítmény van abból a szempontból, hogyha megnézzük például az utolsó 5 mérkőzést, akkor ugye vereség, győzelem, döntetlen. Tehát hol foglalnánk helyet, mind ugye a tabellának a közepén, mivel negatív a gólkülönbség, így nem egészen a közepén, hanem ugye csak a 7. helyen. Szóval a játékunk azt mutatja a mérkőzésekkel, hogy egyszerűen most itt van a helyünk, amit kérdeztél, hogy ki lehet jelenteni, hogy még mindig a dobogóért küzd a csapat.
természetesen ki lehet, csak most éppen a, mondják, hogy a játékképe nem azt mutatja, hogy gyakorlatilag ez egy reális cél lenne. Azt hiszem, hogy nem volt állít ebben a szezonban, néhányszor azért beszéltünk a Vidiről, most már tényleg eltelt annyi idő, hogy lehet valamiféle mérleget vonni. Én a kölni meccset, amit nyilván tévén néztem, utána úgy gondoltam, hogy most következik az áttörés. Aztán utólag visszagondolva, ott azért, ha nincs a kiállítás, akkor lehet, hogy az a meccs is más. Én akkor azt úgy gondoltam, hogy a Köln azt 3-0-ra megnyeri. Ezzel szemben Dárdé Palkó játszotta az élete meccsét, nagyon jó futballozott a Vidi, de hozzáteszem, hogy így is voltak Kölnnek lehetőségei, de ez egy csodálatos este volt, és utána írtam is egy SMS hallóinak, hogy ezt már tényleg senki nem beheti el, és nagyon jó lett volna ott lenni azon a meccsen, így utólag, mert az életem egyik legnagyobb sportélménye lett volna, mint ahogy voltunk Londonban, meg jó néhány helyen, és akkor azt mondtam, hogy itt az a nem mindegy, hogy a saját városod csapata játszik egy világhírű arénában, már pedig a Kölni az egy gyönyörű aréna, és nagyon jó lett volna ott lenni. A hazai meccs kapcsán pedig úgy gondoltam, hogy ha 11 a 11 ellen végigmegy, ez a Köln valószínűleg tovább fog jutni, és tovább is jutott. De a kinti meccs úgy gondoltam, hogy ad olyan fajta impulzusokat, ami eltart egészen az ősz végéig, és nyilvánvalóan a Fradi, bár kikapott Kecskeméten, hivatkozva arra, hogy nagyon rossz talajú pályán és gyenge játékkal is, a Fradi nyilván a magyar mezőny előtt járt, de én úgy gondoltam, hogy a Videóton ott lesz közvetlenül mögöttük, és a felcsúttal hadakozik. Ezzel szemben a Vidi most is csak középcsapat, és valóban az a plusz hiányzik, amit én nagyon vártam az idei ősztől, a tavalyi koratavaszi rettenetes indulás után, mert a tavasz vége már megint fogyasztható volt, tehát úgy gondoltam, hogy az nem rossz, akkor nemzetközi kupacs Gabala ellen nézhető volt, a kölni kinti meccs az itthoni Köln meccs az benne van, csak azóta nem történik meg az a plusz, amire valóban mindannyian vártunk. Ugye Salló István mondtad, hogy a kinti meccs után járt neki és a csapatnak a gratuláció. A visszavágó előtt már a pálya szélén beszélgettünk két mondatot, még a meccs előtt, és mondta, hogy hát most nagy igazán a tét. Tehát, hogy az a baj, hogy nem baj nyilván, de hogyha van egy ilyen első meccs, akkor már azért az ember érzi a lehetőséget, és még hogyha egy konferencialigáról is van szó, ami nem említhető egylapon az Európa Ligával, pláne a Bajnokok Ligájával, de például akár anyagilag bevétel szempontjából azért nem volt kicsi a tét, és kellett volna a klubnak ahhoz, hogy mondjuk több fronton is helyt tudjon állni, és hát sajnos az a mérkőzés nem sikerült, ezt már ugye sokszor kitárgyaltuk, hogy hogyan meg miként, azóta pedig tényleg én is azt érzem, és most nekem a nagy kérdés, hogy tényleg innentől mi a teendő, mert ez most egy olyan szituáció, amikor még mindig vannak hátra ugye meccsek a téli szünetig, a világbajnokság miatt ez egy ilyen elég érdekes szezon lesz. Még mindig meg lehet az, hogy akár hirtelen felzárkózik a Vidi, de akár az is, hogy végleg leszakad, és akkor tudomásul kell venni, hogy tavasszal majd játszunk azért, hogy mondjuk a ötödik helynél ne kerüljünk hátrébb. Tehát ez megint egy mérlegelésre utaló szituáció, hogy most akkor teszünk-e valamit, vagy nem, miközben a szurkolók egyre elégedetlenebbek, és azt mondják, hogy minthogyha itt a vezetés is beletörődött volna, hogy már nem azok a célok. Egy kicsit elbogatilizálva mondhatjuk azt, hogy mi a teendő, először is keressük meg Angya Szilveszternek a félfogát, hogy amit elhagyott a pályán és nem találták meg, de már kipótolták. Elnézést a viccelődésért és a poénért, és a másik pedig az, hogy most már tényleg a szurkolók is elkezdtek olyan szinten lázadozni, én nem is tudom, volt ilyen, hogy ugye kifeszítették a Molinót, amit Funsónak szántak, jelzésértékűen, hát ők is mutatják, hogy mit kéne tenni, vagy kit kéne el. Tenni az útból, szép óvatosan gondolom, hogy mindenkire sor kerül. Ugye szurkolói rimusokba a vezetőknek a melegebb éghajlatra való elküldését folyamatosan lehet hallani. Tehát itt az elégedetlenkedés azért nem kicsi és nem hiába. Hát szerintem Boris nem biztos, hogy Fehérváron fog karácsonyozni. Van egy olyan érzésem, csak megint akkor szaladunk az egész ősz után, ezután. Tehát mondjuk két-három hét múlva mondjuk Boris menesztik, akkor mire megtaláljuk az új vezetőedzőt, mire az összeszokik a csapattal, megint elment az ősz. És akkor tavasszal, mint amúgy előző idényben is, próbáljuk majd a tüzet oltani, hogy hát ha odaérünk a dobogóra, vagy hát ha nem. Szóval szerintem itt megint csak az események után szalad a vezetőség is, és tényleg az a szomorú, hogy nem egyre jobb, hanem egyre rosszabb a helyzet, pedig most már keret is van. Tehát hogy nem ennyire rossz az a keret. Ugye, amikor itt volt tavaly Salló István kétszer is, az egyik alkalom, hogy Laci is itt volt, mondta, hogy tényleg botrányos, hogy milyen kevéssé kapják meg világszerte egyébként az edzők a bizalmat, hogy bajnokságokból lehet kimutatni, hogy átlag nem tudom, másfél évnél többet nem tölt egy edző egy kispadon, hogy azonnal jön a retorzió, meg az edzőváltás, ha jön egy rossz széria.
és nyilván ő próbál ementén gondolkozva nem kapkodni, de hát akkor is csak ilyen elméleti kísérlet szintjén azért felvetettük neki, ugye, hogy Dárdai akkor éppen kezdett szabaddá válni, most már szabad, mint a madár, már interjúk készültek vele, amiben vicceskedik, hogy majd Siófokon meg Zamárdiba fog edzősködni, mert az neki közel van. Nem tudom, ezt a gondolatkísérletet szerinted fogják idén folytatni? Itt pont gondolkodtam ezen, hogy ki tetsz a kispadra. Magyar edzőben nem nyúlsz bele, hiszen a klub ideológiájában nem biztos, hogy illeszkedik. Egy külföldivel megint óriási rizikó, hiszen mire megismeri a viszonyokat, elmegy az ősz. Itt az Alegerszeg kapcsán is, hogy Ricardo Monizban gondolkodtak, meglepőnek tűnt, viszonylag kevés logikát láttam benne, de az eredmények nem feltétlenül mondatják azt, amit én gondoltam. Tehát működhet a rendszer, de ez a nehéz ügy tényleg, hogy 6-7, mire egy edző kiismeri a játékosait, a klub szerkezetét, és el is ment tulajdonképpen az ősz fele. Itt valóban Mihály Borisz kapcsán, amikor elkezdés 7 vereséggel indított, én biztosra vettem, hogy a nyarat nem éri meg. Aztán elkezdett nyerni, és aztán én is azt mondtam, hogy maradjon, hiszen a csapatot kivitt a nemzetközi porondra. Most megint az a helyzet, hogy ha Vidi nem kezd el sürgősen nyerni, akkor megint elindulnak azok a hangok, hogy valóban ő az ideális jelölt a Videóton kispadjára. És egy magyar edző kapcsán nem véletlenül mondják sokan a hazai trénerek, hogy a bizalom nem nagyon van meg. Míg Herceg András mondta annak idején, volt egy portugál edzője a Debrecennek, és 7 vereség és 3 döntetlen még mindig ott ült a kispadon. Pont eztnek hívták az úriembert, aki aztán lejött később a Sporting kispadjára és 3 meccse. De azt mondta Vandi, hogy szerinted melyik magyar kollégám vagy én kapna még egy esélyt, 10 meccs, 0 győzelem, a csapat, és aztan Herceg Bandi egy héttel később le is ült a kispadra, és benne is tartotta a csapatot. Tehát a magyar edzővel szemben nyilvánvalóan kevesebb a türelem, de előbb-utóbb a külföldivel szemben is elfogy. Hát meglátjuk, nyilván sokat fogunk még beszélni erről. Az azért ugye érdekesség, hogy tényleg, mintha 2 Fehérvárt látnánk, legalábbis a hazai és az idegenbeli mérleg alapján. Kicsit szörnyűködtünk, amikor a Kecskemétet olyan nyögvenyelősen utolsó perces góllal verte a Fehérvár, most meg láttuk, hogy a Fradit verte a Kecskemét, úgyhogy lehet, hogy azt is át kell értékelnünk, hogy egyáltalán örülni kell, hogy ellenük tudtunk nyerni. De most hazai meccs jön majd pénteken a Zalaegerszeg, éppen az említett Monisz csapat ellen, meglátjuk, hogy melyik arcát mutatja a csapat. Viszont hát először most beszéltünk végre bajnoki eredményről ugye a kosarasok kapcsán, hiszen elkezdődött a bajnokság. Nagyon érdekes, kicsit ilyen önmagát ismétlő, meg önmagának ellentmondó történelmi szitu volt, hiszen Paksa kezdett idegenben az Alba, ugyanúgy, ahogy az előző szezonban, hosszabbítás lett, ugyanúgy, ahogy az előző szezonban. Nem elhanyagolható különbség, hogy ezúttal a Paks nyert. Ugye Csirke Ferenc az egykori Fehérvár irányító edzősége alatt ez volt az első meccsük. Szerintem nyilván nem arról van szó, hogy itt most bármiféle mérleget kéne vonni, meg hogy ez mekkora csalódás. 20 ponttal is vezetett az Alba, de ilyenre is volt például még az előző szezonban is. Nem tudom, mit vártok, mit reméltek. Én megmondom őszintén, azt gondolom, hogy magyar állományban az egyik legjobb van itt most Fehérváron. Akivel beszéltem, játékosokkal vagy klubkörüli emberekkel, mind azt mondták, hogy nagyon jól sikerült a légiós igazolás is, legalábbis az a 3, aki az eredeti kiszemelt légiós volt, ugye egy van, aki utólag érkezett, mert hogy emberileg meg mentalitásban mindenben tökéletesek. Úgy tűnik, hogy a játékon még van mit csiszolni. 21 pontról kapott ki az Alba, én nem nagyon hittem el, tehát 37-16 volt a második negyed derekán, és semmi nem utalta arra, hogy baj lehet, és aztán elnökségi tag az MKS-be ott volt a meccsen, és mondtam neki a szünetből, hogy ugyan 8-ra jött a Paks, de mondtam, hogy ez nagyon sima. Megtaláljuk ismét önmagunkat, azt mondja, hogy itt nagyon meleg lesz a vége. Mert vége lett a meccsnek, és csak egy ilyen kérdőjelet mutatott a lelátorról. Mondjuk kapufát rúgtam, és kifelepattam. De szép, hogy utólag is elmeséled azért. Igen. A legjobbak is hibázhatnak, Laci. De mondom, nem utalt arra semmi, hogy ebből baj lehet, és aztán baj lett. Én olyan érzéseim voltak, hogy azért gondoltam, hogy nem lehet baj, hogy Pongó le, Somogyi be. Tehát amikor ilyen szintű 2 irányítód van, a Vojára szintén rá lehet bízni a csapatot, tehát annyira erős volt a külső hármasunk, hogy a 4 légiós szerintem jól el lett találva, és én úgy gondoltam, hogy ez egy egyértelmű bajnok esélyes csapat. Ettől még azok lehetünk, csak ilyen meccseket nem szabad elveszíteni. Nyilván nagyon az elején járunk, de olyan érzésem volt, hogy a 2 irányítót az edző nem kezelte jól. Tehát
Aztán lehet, hogy ezt csak én kívülről érzékeltem, de az biztos, hogy ez egy nagyon erős állomány. Tehát én úgy gondolom, beszéltem Grácer úrral, a Falkónak az elnökével, és ő is azt mondta, hogy ez most egy nagyon erős Fehérvár. És az összes többi klub foszlányokból értesülve úgy gondolom, hogy más is azt hiszi, hogy ez most a legerősebb Fehérvár, ami volt az elmúlt években. Gulyás Robi is azt mondta, hogy bennmaradtunk, ma nem titeket kell megvernünk, ezzel együtt nem gondolom, hogy kieső jelöltek lennénk, de azt mondja, ti elképesztően erősek vagytok. Hát ugye Csirke Feri is nyilván egy edző számára ez egy hogy mondjam, kicsit ilyen önigazolás is. A meccs után azt nyilatkozta, hogy rögtön megkapták a bajnokság legnagyobb esélyesét, mondja ezt ugye a Paks vezetőedzője. Miután legyőzték az Albát, ez egy kicsit ugye fényezi nyilván még jobban a saját teljesítményüket. De hát ismerjük más sportágokból is, hogy azért a bajnokság eleje az sosem egyszerű, főleg így, hogy nem tud teljes értékben együtt készülni végig a keret, de talán tényleg reménykedhetünk benne, hogy az idén ott is komolyabb célok lesznek, nem mint hogyha a tavalyi bronzéremmel probléma lett volna. Tavaly bronz annak fényében volt nagyon jó eredmény, hogy Matthias Onner a 11. helyen vett át ezt a csapatot, felhozta a harmadik helyre, és a Falko is tulajdonképpen egy kiki szituáció volt, hiszen tudtunk ott nyerni. Benne volt az itthoni meccsbe is, hogy nagyon bután kaptunk ki a végén. Ott az a kérdés, hogy ott 5. meccsen mi történt volna, ott lélektani előnnyel mentünk volna, de erre nem került sor, és utána a bronzmeccset nagyon simán megnyertük 3-0-ra, tehát tulajdonképpen jó volt egy nagyon jó tavaszzárás, és én vártam egy nagyon jó indulást, de valószínűleg lesznek még váratlan eredmények, és hát én nagyon bízom benne, hogy ez a csapat valóban, én úgy gondolom, hogy döntőt fog játszani továbbra is. Hát meglátjuk, azt azért tudni kell, hogy idén nem lesz középszakasz, úgyhogy azért felértékelődik minden mérkőzés, bármennyire korábban is, vagy azt gondoljuk, hogy még ráér össze, rázódik a csapat, hiszen a rájátszásra való helyezést azt most gyakorlatilag csak az alapszakasz fogja eldönteni. És hát beszéljünk egy kicsit a végén a hokisokról is, akiknél most a fiatalok érdemlik meg igazából a kalap lengetést. Ugye 3 vereség közt egy elég komoly kihozanító pofon után sikerült legyőzni az Újpestet a FEHA 19-nek, most már ez a neve ugye a titánoknak. Zsombor, hogy látod, be fogja-e tölteni ez a csapat azt a szerepét, ami miatt igazából van, nem bajnokságot nyerni, hanem folyamatosan magas szinten tűzben tartani és felfelé küldeni fiatalokat? Ennek az alapfunkciónak szerintem nagyon jó hely a továbbra is a titánok, vagy FEHA 19. Például Abrus Csongornál látni az Erste Liga meccseken is, hogy mennyit segített az ő játékán az, hogy a nyári felkészülésben ugye a Kevin Konstantin vezette, Hidrofehérvárral készült, játszott BL meccsen is, ugye Ice meccsen is bemutatkozott már, ugye Mihály Ákos is a titánokba kap szerepet, bár lehet, hogy ma játszik Katowice-be is, szóval igen, tehát a fiataloknál nagyon látszik, hogy ott az első sor az bármikor bevethető, akár az Ice-ba is. Ami meg az Erste Ligás csapat összeredményét illeti, itt tényleg az Újpest ellen összeszedett volt, nagyon fiatal társaság továbbra is, de nagyon összeszedetten játszottak, úgyhogy remélhetőleg ez azért még követ pár sikert. Most közeljövőben lesz a Deac ellen, Dunaújváros ellen, tehát egy nyerhető mérkőzések jönnek. Hát ha már a Katowice-t említetted, azért a Bajnokok Ligája pedig ugye, ami a bónusz ebben a szezonban, az lassan véget ér majd, legalábbis a csoportmeccseket illeti. Most így hirtelen, hogy mondtad, hogy ma van mérkőzés, ugye csodálkozós, hogy Lacit itt üdvözölhetjük, és nem ott van éppen. Nem merek sehova menni, mert kiabálsz velem, hogy nem vagyok itt. Ez így, keményen bánunk veled. De ez az eddigi BL, ez neked egyébként mennyire nyert el a tetszésedet, amit itt láttunk a csapattól? Egyetlen egy meccsen sem voltam. Akkor tehát tetszett végül is, mondhatom. Elégedett voltam. Néztem az eredményeket természetesen. A sajnálom, szerettem volna ma kimenni egyébként, tettem is kísérletet, de hát a kollégá se ért rá, mások is nemleges választottak erre a kérdésre. Annyira szerettem volna jönni ma már, mert hiányoztatok, úgyhogy ezt tartottam reálisnak. Egy óriási dolog egyébként ez a BL, mint hogy néztem a csapat szereplését, hogy 5. helyen áll, ami tulajdonképpen reális is. A fiatalok kapcsán pedig egy dolgot nem igazán értek, ami nem a csapat és nem a vezetők felelősség, hanem a szurkolóké, hogy akik megveszik a billetüket a felnőtt csapat meccseire, hogy nagyon kevesen vagyunk. Tehát sokan azt mondják, kérdezem a barátaimat is, hogy jöttök a level meccsekre, illetve az Ice-ra, hogy miért nem nézitek meg a Titánt, mert a Fehát,
és mondják, hogy hát az, hogy nem engedel meg, annyiszor nem tudok távol maradni. De én úgy gondolom, ezek a gyerekek megérdemlik tényleg azt a fajta érdeklődést, és az Újpest meccs eredmény követén néztem, és én is nagyon örültem, hogy megvan végre az első győzelem. És amikor tudok, mindig, ezek a keddesték nekem, miután nekem nincs családom, nincs, aki számon kér, ezért nekem tökéletes időtöltést jelentenek. Vasárnap is mentem volna, csak aztán a MTK Csákvárt választottam, holott nem tudtam, hogy az ilyen kimenetellel zárul majd, de nagyon örülök, hogy ott voltam. De az biztos, hogy mondom, ez a Titán, ez egy jó projekt, és úgy gondolom, hogy ezúttal is mondanom a szurkolóknak, hogy őket is nézzék. Na hát a tanulság, ugye a Csákvár 4-1-re verte idegenben az egyébként MB2-t, eddig nagyon erősen uraló MTK-t, hogy Horog Lacit kell meggyőzni, hogy menjen ki egy meccsre, és akkor ott győzni fog a csapat, amelyik miatt kimegy, ezek szerint ez a tapasztalat. Ahogy szoktam mondani, ahol van újságírás, ott van sport. Mi pedig mindannyian győztesek vagyunk, hiszen ma itt voltál velünk. Köszönöm szépen, gyertek legközelebb is, aztán majd akkor kitárgyaljuk a... nem tudom, valamelyik jó csatát még, amelyik rúg néhány gólocskát, mint a Holland az elmúlt hetekben. Köszönöm szépen, és köszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.